Kedves vendégeink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kaposvár Polgáraiért Egyesület nevében. Őszinte örömünkre szolgál, hogy jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket. Ez a civil háló szervezésében jön létre. Köszöntöm ma esti előadónkat, főtisztelendő Varga László püspök urat. Ő Húsvétra készülünk címmel fog előadást tartani számunkra. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Püspök úr, öné a szó. Köszönöm a meghívást. Amikor felkértek erre az előadásra, akkor még nem tört ki a háború. Amikor az időpontot egyeztettük, és ez egy új helyzet, ebben a különleges nagybőjtben arról beszélnék, ami mindannyiunkat érint. A félelemről. A feltámadt Krisztus, mivel húsvétra készülünk, a feltámadt Krisztus ezzel köszönti a tanítványait. Én vagyok, ne féljetek. Erre biztat bennünket ma is, ebben a rendkívüli és nehéz helyzetben. Arra gondoltam, hogy megpróbálok segítséget adni ahhoz, hogy hogyan lehet, vagy lehet-e félelem nélkül élni akkor, amikor átjár mindent a környezetünkben, és lehet, hogy a szívünkben is a félelem. Lehet-e gyűlölet nélkül élni? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy a harag, a gyűlölet most olyan szintre jutott, hogy a közvetlen környezetünkben ég minden. Nekünk csak most érkezett meg a háború. De folyamatosan háború volt körülöttünk, csak ezt mi nem vettük észre, mert nem volt ennyire közel. Folyamatosan háborúztak a világ különböző pontján a nagyhatalmak. Amikor, már nem emlékszem melyik megyenapon egy előadásra kértek fel, akkor én azzal kezdtem, hogy háború van, és szellemi harc. A veszély az, hogy megszoktuk a háborút. Folyamatosan látjuk a csatornákon, a hírcsatornákon a képeket, hogy mi történt Egyiptomban, mi történt Afrikában, mi történt a Közel-Keleten, és közben söröztünk, vagy vacsoráztunk, vagy beszélgettünk. Nem érintette meg a szívünket az emberek szenvedése. És most hirtelen, amikor itt van a szomszédunkban, és már átcsapott a határon, mert a menekültek megérkeztek hozzánk is, akkor érintve lettünk. A legáltalánosabb érzés a féltés és a félelem. Akinek vannak szerettei, gyerekei, unokái, házastársa, lehet, hogy önmagát nem félti, de őket igen. Mit tudunk kezdeni a félelemmel? Hogyan lehet legyőzni? Mivel én keresztény vagyok, pap és püspök, természetesen a hit oldaláról fogom a hit oldaláról is meg fogom közelíteni
a válasz erre a kérdésre. Van félelem, ami pozitív, ami jó. Ha nem félnénk attól, hogy súlyosan megbetegszünk és meghalunk, nem mennénk az orvoshoz. Ilyenkor a félelem segítségünkre van. Életet ment. Ha nem féltenénk valakit, aki veszélyben van, akkor nem indulnánk el, hogy segítsünk rajta. Tehát van a félelemnek egy pozitív oldala, ami segít nekünk is, és segít másoknak is. Így mondanám, hogy a félelem jelzés, és egészséges jelzés, mert véd bennünket. Van a félelemnek egy negatív oldala, amikor nem tudjuk kezelni, amikor a félelem betegessé válik, mint a köd rátelepszik a lelkünkre, és nem tudunk semmit csinálni. Megbénít bennünket a félelem. A bizalmatlanság, a gyanakvás, vagy szorongás, ami a legrosszabb, mert a félelemnek van tárgya. Tudom, hogy mitől félek. A szorongásnak nincs tárgya. Az csak átjár bennünket. Mi a forrása a félelemnek? Úgy tűnik, hogy a félelem egyidős az emberiséggel. A Teremtés könyvében azt olvassuk, amikor az első emberpár bűnbe esett, akkor elrejtőztek a kert fái között. Elbújtak az elől, aki a legjobban szereti őket. Félelmükben bújtak el. És azóta is ez a félelem, ez végigkísér bennünket. Mikor lép be a félelem az életünkbe? Mi a forrása? Az első ember pár esetében is, meg a mi esetünkben is akkor, amikor megszűnik a biztonság érzetünk, amikor bizonytalanná válnak a dolgok. A megdöbbentő az, nem csak a Teremtés könyvének az elbeszélésében, hanem mind a mai napig, hogy a legtöbben félünk a szeretettől, miközben szeretet nélkül nem tudunk élni. Mindegyikünknek a legfontosabb kérdése az életében az, hogy lehet-e engem szeretni? A magzati léttől egészen az agóniáig, ez a legfontosabb kérdés. Lehet-e engem szeretni? És ha azt érezzük, hogy nem szeretnek bennünket, nem kapjuk meg a szeretetet, akkor elkezdünk sírni. A magzat is zokog és sír, és az idős is, és mindegyikünk, a felnőtt másképpen sír. Hisztizik, balhézik, orlít, stb. De ezek a kiáltások mind a szeretet utáni kiáltások. Csak nem így vesszük. A legnagyobb kérdés, legfontosabb kérdés, lehet-e engem szeretni, és tudok-e szeretni? És azért mondtam, hogy félünk a szeretettől, mert mindannyian félünk a változástól. Mindig a biztonságot keressük, és megpróbáljuk berendezni az életünket. Ha valaki kórházba kerül, már az is biztonság, hogyha a kis asztalra ki tudja tenni a rózsafűzérét, vagy a fogkeféjét, vagy a poharát, és akkor már biztonságban érzi magát, mert ha oda nyúlok, akkor az ott van a kezem ügyében. Mindig biztonságra törekszünk, és a változás azt jelenti sokunk számára, hogy bizonytalanná válik minden. És ha nagyon szeretnek bennünket, akkor meg kell változni.
és sokan megvédik magukat a legnagyobb szeretettől, az Isten szeretetétől. Mivel nem hisszük el, hogy Isten tényleg szeret bennünket, a Teremtés könyvében a kísértő ezt így fogalmazza, tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egyik fájáról sem ehettek. Gyanúba fogja a szeretetet, hogy nem is szeret benneteket, mert ha szeretne, akkor nem tiltaná meg, hogy ne egyetek a kert fájról. És ez a gyanú mindannyiunk szívében ott van. Tényleg szeret. Ha szeretne, akkor nem halt volna meg a társam. Ha szeretne, nem lenne gyógyíthatatlan beteg a gyermekem. Ha szeretet az Isten, akkor nem lenne háború. Ha szeretet az Isten, akkor én sem kapnám el a vírust. Ha, akkor, és mindegyikünk tudja folytatni ezt a mondatot. Ott van a szívünkben a gyanú, hogy az Isten nem szeret. És mivel gyanakszunk, mit csinálunk, a saját kezünkbe vesszük az életünk irányítását. Isten azt kéri, hogy add át magadat, bízd rám magadat, de nem merjük rábízni magunkat, mert nem hiszük el, hogy szeret. Ezért úgy gondoljuk, hogy nincs más választásunk, a saját kezünkbe kell venni az életünk irányítását, és mindent bebiztosítani. A legjobban azok félnek, akik a legjobban bebiztosítják az életüket. És a legkevesebb félelem azokban van, akik nem biztosítják be az életüket, vagy csak nagyon minimálisan. Akiknek nincs veszíteni valójuk. Aki mindent bebiztosít, annak van veszíteni valója. Zárójelben mondom, hogy a biztosító társaságok busásan megjelennek a félelmünkből. És még fokozzák is a félelmünket, hogy még jobban bebiztosítsunk mindent. Mi az, amitől félünk? Sokan félnek a múlttól, a fel nem dolgozott emlékeitől. Mi lesz akkor, ha kiderül? Ha megtudják. Sokan félnek a meg nem bánt és meg nem bocsátott bűneiktől. Nagyon sokakat, akiknek abortuszuk volt fiatalkorukban és megöregszenek, állandóan visszatér. Van belőle gyógyulás, vagy lehet gyógyítani, de a legtöbben nem gyógyítják, és félnek a múlttól. Mások nem a múlttól félnek, hanem a jelentől. A kihívásoktól félünk, a fájdalomtól. Mindannyian félünk a nevetségessé válástól. Nekem a rémálmaim közé tartozik az, hál' Istennek ritkán jelenik meg, hogy misézek, és nem találom a szöveget a misekönyvbe. Rettegek, hogy most hova lett a szöveg, és félek attól, hogy ki fognak nevetni. Hogy nevetségessé válok, miközben a legszentebb dolgot végzem. Félünk az elveszettségtől, hogy nem kellünk senkinek. És félünk a jövőtől. Félünk az ismeretlentől, ezért félünk a haláltól is. És nagyon sokan, különösen a fiataljaink közül félnek a döntéstől és az elköteleződéstől. Nagyon kitolódik a házasságkötés, vagy nálunk a papi szerzetesi hivatás vállalása. Én 18 éves koromban tudtam, hogy ezt szeretnék lenni, és alig vártam, hogy elköteleződhessek. Az osztálytársaim, amikor végeztek az egyetemmel, főiskolával, akkor megházasodtak, elköteleződtek. Ma egy 30 éves fiatalember még nagyon bizonytalan. Nem mer elköteleződni. És emögött ott van a félelem.
akkor nem kell terveznünk, ha félünk a jövőtől? Isten nem azt kéri, hogy amikor azt mondja, hogy bízzuk rá magunkat, hogy ne tervezzünk, ne legyenek terveink, ötleteink az előttünk álló időre, hanem azt kéri, hogy bízd rá magad, rád, bízd rád, rád magad, ne félj. Nem azt mondja, hogy ne tervezz. Az összes terved, ötleted mellett bízd rám magad. És ne félj. A legtöbbször ezt a felszólítást használja a Biblia. Állítólag 365-ször van a Szentírásban ez a mondat, hogy ne félj. Vagyis minden napra azt mondja Isten, hogy ne féljetek. Úgy vagyunk megalkotva, hogy 40%-nyi terhet tudunk elhordozni. Ez a mai napnak, a jelennek a terhe. Mindegyikünknek van bőven feladata, gondja, terhe, aki egészséges annak is, aki gyengelkedik annak is. Ez elhordozható. De ha erre rápakoljuk a 30% múltat, a múlt terheit, vagy a jövő, a 30% jövő terheit, meg fogunk rogyni. Nem tudjuk elhordozni. Ezért a múltat is, meg a jövőt is át kell adnunk a szeretetnek, egy nálunk sokkal nagyobb szeretetnek, az Isten szeretetének. A múltunkkal nem tudunk semmit kezdeni, csak elfogadni tudjuk, mert megtörtént. Nem tudjuk megváltoztatni. Elfogadni tudjuk, és ha abban volt bűn, azt meg tudjuk bánni, és rá tudjuk bízni egy nálunk nagyobb szeretetre. A jövő még nincs. És mégis megpakoljuk a mai napot a jövővel, és olyan terhet rakunk magunkra, amit nem tudunk elhordozni. A jövőt is rá lehet bízni Isten irgalmára és szeretetére. A jelenben való lét az egyik leggyógyítóbb ajándék. Tudunk-e a jelenben élni? Amikor édesapám súlyosan beteg volt, de még nem volt nálam, és nem akart eljönni, azt mondta, hogy nem akarok a terhedre lenni. Egyedül élt otthon a faluba, a környezete jelezte folyamatosan, hogy baj van, hozd el. De akárhányszor mentem, a papa nagyon ügyes volt, és arra az időre toppon volt, amikor én otthon voltam. Tudta, amikor érkezem, tudta, amikor jövök el, profi volt. És nem láttam semmit a bajaiból. És amikor kiderült, hogy gyengélkedik, a legnehezebb küzdelmem az volt, hogy mindig kora hajnalban telefonáltunk, ha nem vette fel a telefon. Azonnal beindult a verkli, azonnal elindult a fantáziám, hogy biztos azért nem veszi fel, mert. Pedig nem volt, egyáltalán nem volt bizonyítékom. Lehet, hogy mellé tette. Lehet, hogy még alszik. Lehet, hogy kiment az állatokhoz. Fogalmam sincs. De nekem egyből az jutott eszembe, hogy hát ez rettenetes. Biztosan súlyos baj van. És csak úgy tudtam legyőzni a félelmemet, hogy vissza a jelenbe. Hogy utoljára, amikor beszéltem vele, minden rendben volt. Most is minden rendben van. Majd jelzik a szomszédok meg a rokonok, hogyha mindig vissza kellett jönnöm abba a pillanatba és abba a helyzetbe, ami a jelen. És akkor béke lett. Itt belül. Jézus azt mondja, hogy elég a mának a maga baja. Mi pedig azt mondjuk, hogy Uram, nem jól tudod. Nekem kell a holnapi nap baja is, meg a holnap után baja is, meg a múltnak a baja is. És nem merjük letenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem emlékezhetünk, vagy nem tervezhetünk. Egyetlen dolgot kér Isten, hogy bízd rám magad. Add át magad. Mit kezdünk a félelmünkkel?
és az abból fakadó fájdalmunkkal, mert a félelem együtt jár a fájdalommal. A legtöbben tagadjuk a félelmünket, homokba dugjuk a fejünket. Itt van körülöttünk a menekültáradat, de vannak, akik homokba dugják a fejüket. Nem akarnak szembesülni vele. Nem megyünk orvoshoz, nehogy kiderüljön, hogy halálos betegek vagyunk. Inkább úgy csinálnak, mintha egészségesek lennénk. Vagy agresszívekké válunk, amikor tagadjuk a félelmünket. Akik nagyon agresszívek, hősködnek azokban, rettenetes nagy félelem van. Ezzel kompenzálják, ezzel rejtik el a félelmüket. Vannak, akik menekülnek az álmaikba, a virtuális valóságba. Rendkívül jó lehetőség az internet és a virtuális valóság. Az, ami nem létezik, ami nem az, amiben jelen kell lennem. Menekülünk a csendtől, állandóan szól a zene. Valami mindig megy. Film, vagy hang, vagy zene. Nem bírjuk a csendet. Félünk, hogy ott belül üresség van. Vannak, akik a félelmet úgy próbálják leküzdeni, hogy telekürtölik vele a világot. Állandóan beszélnek róla. De ezzel csak nő a sötétség, és nő a félelem, és nő a fájdalom mindenkiben. Azzal, hogy sokat beszélünk a rosszról, a sötétségről, a fájdalomról, a félelemről, csak neveljük. A szó nagyon veszélyes. Miért nem beszélünk a szeretetről? Miért nem beszélünk a gyógyulásról? Miért nem beszélünk az igazságról? Miért kell állandóan szajkozni a hazugságokat, a féligazságokat, a sötétséget, a bűnt, a bűnt, a bűnt? Akárhol nyitom ki a hírcsatornákat, mindenhol a sötétség, a gonoszság, a bűn van előtérben. Hogy mit követett el ez, vagy az, vagy amaz, most éppen az oroszok, vagy az ukránok mit csináltak. Folyamatosan nő a félelem. Vannak, akik félelmükben bűnbakokat keresnek, felosztják a világot jókra és gonoszokra, ők természetesen a jó oldalon állnak, és aztán ítélkeznek, folyamatosan ítélkeznek. Vannak, akik az áldozat szerepbe állnak be. Te vagy az oka annak, hogy én rosszul érzem magamat. És vannak, akik elfogadják a félelmet. Nagyon gyógyító, amikor valaki őszintén kimeri mondani önmagának, a társának, vagy Istennek, hogy én most félek, segíts. Ez már a valóságba való belépés és a valóság elfogadása, hogy itt van bennem a félelem. Hogyha elfogadjuk, hogy félünk, akkor van esélyünk arra, hogy visszatérjünk a forráshoz. Létünk forrásvidékénél a szeretet áll. A Szent Háromságos szeretet nem a semmiből lett a világ, hanem Isten szeretetéből árad ki. És nem a semmibe tart a világunk, hanem az új ég és az új föld, így hívja a Szentírás, a mennyek országa, Isten országa kiteljesedése a Szent Háromságos szeretetbe teljesedik ki ez a teremtett világ. Isten országa minden fölülmúl, minden elképzelésünket fölülmúlja Isten szeretete, és erre a szeretetre rám lehet bízni magunkat. Mikor nem félünk? Akkor, amikor függünk a szeretettől, amikor úgy érezzük, hogy a szeretet vesz körül bennünket. A kis bébi, amikor azt érzi, hogy szeretik a szülei, hogy ott vannak, akkor biztonságban van és gügyög, mosolyog.
játszik. De abban a pillanatban, amikor nem érzi, akkor elkezd sírni. A szerelmesek, amikor biztonságban érzik magukat, vagy a szerelmüket, akkor nem félnek. Bármire készek. Most is van ilyen, találkoztam bőven ilyennel, fiatal szerelmesek. Nem félnek a háborútól, nem félnek semmitől. Mert a szerelem, a szeretet biztonságot ad. Függnek a szeretettől, a másik szeretetétől. És Isten ezt kínálja fel, gyógyszerül, gyógyításul nekünk, hogy fogadjuk el a valóságot, ezt a félelmetes valóságot, fogadjuk el önmagunkat, minden sebzettségünkkel, félelmünkkel, és adjuk át magunkat az ő szeretetébe, ajánljunk fel magunkat, tanuljunk meg ettől a szeretettől függni. És ez azt jelenti, hogy lehet félelem nélkül élni. Minél jobban átadom magam ennek a szeretetnek, annál nagyobb biztonságot kapok. Arra a kérdésre, hogy lehet-e félelem nélkül élni, én ahhoz a kérdéshez még egy kérdést hozzátennék, mert a kettő összefügg, lehet-e nagyobb hittel élni. Érdekes módon a félelem és a kicsinyhitűség a Szentírásban szorosan összetartozik. Amikor viharba kerül a tanítványok csónakja, és Jézus ott van velük, és teljesen nyugodt. Már majdnem elsüllyednek, ő még mindig a vánkoson alszik. És nem azért, mert felelőtlen, hanem egyedül ő, aki a bárkába rábízta magát Isten szeretetére. A többiek meg kétségbe vannak esve, kiabálnak, stb. És amikor felébresztik, hogy nem figyelsz ránk, nem törődsz velünk, hagyod, hogy elsüllyedjünk, akkor Jézus föláll, parancsol a tengernek, és utána megkérdezi tőlük, hogy miért féltek kicsinyítőek. Nem azt mondja nekik, hogy mi van, nem értetek a vitorlához, vagy nem tudjátok, hogy kell egy ilyen helyzetben tapasztalt tengerészként viselkedni, meg hogy kellett volna a levezőt, vagy a szelet. Nem. Miért féltek kicsinyítőek? Miért nem meritek rábízni magatokat? Vagy amikor ugyancsak viharos esemény van, és tanítványok egyedül vannak, és akkor Jézus megjelenik a vizen járva a tavon, a hullámokon, és azt hiszik, hogy valami baj van velük, hogy kísértetet látnak. És akkor Péter az, aki megszólal, hogy hát ha te vagy Uram, akkor mondd, hogy menjek oda hozzá, csak elhiszem. És Jézus azt mondja, hogy jöjj. És Péter a hitével rálép a vízre. Sok mindent tanult a halásziskolában, de az, hogy a vízen lehet járni, ezt nem tanították. És ő se tudta, hogy ez működik. Úgy tudta, hogy az süllyed. És akkor a hitében kimer lépni a vízre, és akkor süllyed, amikor leveszi a tekintetét a hite forrásáról, Jézusról, ránéz a hullámokra, és elkezd süllyedni. És Jézus megfogja a kezét, kihozza, és újra csak nem azt mondja neki, hogy nem tudsz úszni, hanem azt mondja, hogy miért kételkedtél. A félelem és a kicsinyhítőség az szorosan összekapcsolódik. És ebből az következik nekem, hogy nem a valóság félelmetes, hanem a hitünk kicsi. Nagyon sok olyan emlék van és emlékezés, akár a gulágokról, akár a koncentrációs táborokról, ahol voltak testvéreink, akik nem féltek, a többiek pedig rettegtek. Akik nem féltek, azok ugyanazt a
rettenetes valóságot élték át, mint a többiek. Csak máshonnét közelítették. Ők a hit oldaláról közelítették. Olvastam egy ilyen feljegyzést, amikor Auschwitzban a lágerben szenvedők lázadtak Isten ellen, hogy hol van az Isten, miért engedi meg az Isten, hogy kirozzanak bennünket, stb. Ugyanott, ugyanazon a helyen mások meg azt mondták, hogy hol lenne az Isten, ha nem itt. Mert együtt van a szenvedővel. Mi azt várjuk tőle, hogy szüntessen meg mindent. Ő azt kéri, hogy fogadd el a jelenlétemet, éljük át együtt, segítek. Veled vagyok, és ez a börtönben, a fogdában, a harcszereken is, vagy ezekben a lágerekben is működik. Bár kívülről félelmetes, de akik hittel állnak benne, a legnagyobb ellenségüket legyőzték, a félelmüket. Nem hősködnek, csak nem félnek, és a félelem nélkül tudnak jelen lenni, és ha kell segíteni. Jézus beszél arról, a gondviselésbe vetett hitről, hogy nézzétek az ég madarait, a mezők liliumait, nem vetnek, nem aratnak, csürökbe nem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket, és azt mondja, hogy keressétek elsősorban Isten országát, annak igazságát, a többi mindent megkapjátok. Rá merjük-e bízni magunkat nagyobb hittel, egy nálunk sokkal nagyobb szeretetre? Vagy pedig fölnagyítjuk a félelmet, a valóságunkat, és nem látszik az Isten. Nem vesszük észre a jelenlétét, mert mit akarjuk el? Nem bízunk abban, hogy akinek kezébe van a múltunk, és a jövőnk, meg a jelenünk. Mi csak abban bízunk, amit mi tartunk kézbe, amit mi irányítunk, amit mi valósítunk meg, amit mi tartunk kontroll alatt. Az összes többiben nem merünk bízni. Akkor vagyunk nyugodtak, ha a dolgok úgy mennek, ahogyan mi jónak látjuk. Akkor béke van. És mindent megteszünk azért, hogy a társunkat, vagy a körülöttünk lévőket is ebbe a rendbe kényszerítsük bele. Hogy úgy kell csinálnia, viselkednie, mert akkor van rend az én nézetem, az én felfogásom szerint. Nehezíti a helyzetünket, hogy nem csak mi vagyunk jelen ebben a teremtett létrendben, és nem csak az Isten, hanem jelen van a gonosz, a diabolosz is. És ez nem könnyíti. Mondhatom azt, hogy a világ teremtése óta, illetve az első ember teremtése óta zavarják az adást. De mindent megtesz a gonosz, hogy ezt a bizalmat gyanakvássá és félelemmé tudja formálni. Zavarja az ember és az Isten közti kapcsolatot. Mindent megtesz, hogy leválassza. Nekem meggyőződésem, hogy és erről már többször beszéltem, hogy az, mondjuk most az orosz-ukrán háború, ami itt van a szomszédunkban, ennél egy sokkal nagyobb hatalom keveri a kártyát. Én úgy hívtam ezt, hogy az arctalan titánok, akik soha nem lépnek színre, de mondjuk így a politikusok szavával, hogy a globális elit, amely világhatalmat akar nagyon tudatosan, és nem tűri, ha valaki ezzel szembe megy. És mindent megtesznek azért, és közben ők nem lépnek a színre. Ők akarják irányítani egész világ történelmét. Csak azzal nem számolnak, hogy van fölöttük is két hatalom. Az egyik a diabolosz, és ő fölötte is van valaki.
akit úgy hívunk, hogy a mindenható, akinek teli hatalma van minden fölött. Ha nem lenne a mindenható, akkor pokol lenne ez a világ. De mivel ő van, és fölötte is van, és jelen is van, már itt ebben a létrendben, ezért ez a világ szerethető és szeretetben élhető. És ezért nem elég csak az, hogy hogyan segítsünk a menekülteken, hogyan próbáljunk adományokat adni, hogyan győzzük le a félelmünket. Szükség van szellemi harcra. A szellemi harc, hogy hol van jelen a gonosz. Ilyen kijelentések vannak őről a Bibliában. Diabolosz, vagyis káoszt gyártó. Mindent összedobál. Mindig zavar teremt. Azért, hogy nyugodtan tudjon működni. Tehát a zavarkeltés, a vádaskodás, aztán a hazugság, őt Jézus úgy hívja, hogy a hazugság atya és gyilkos kezdettől fogva. Ez a szellemi létező, akit mi a sátánnak, a gonosznak hívunk, ez állandóan zűrzavart kelt, állandóan vádol. Ha megjelenik a vádaskodás a szívedben, akkor teret engedtél a gonosznak. Ő már ott be tudott lépni. Ha bárkivel vádaskodsz, akkor ő már belépett. Ha hazugságok özöne vesz körül, és te is elkezdesz hazudni, vagy a hazugságon továbbadod, csak növeled a sötétséget. Az, hogy mennyire sikeresen dolgozik, elég csak körülnézni. Mennyi a vádaskodás, mennyi a káosz, mennyi a hazugság körülöttünk és bennünk is, és az erőszak, a gyilkosság. Nekünk, keresztényeknek naponta választanunk kell. Választanunk kell az igazság és a hazugság között, a bűn és az erény között. Harcolnunk kell. Mert ha nem harcolunk, akkor elsorol bennünket az áradat. Ha nem választunk, nem választjuk az igazságot, az életet, akkor egy sokkal nagyobb félelemnek fogjuk átadni magunkat. A határvonal mindegyikünknek a szívében van. Nem a körülményektől függ elsősorban, hogy mi történik velem. Részben, de mindig választhatok, hogy azt hogyan élem át. Ha megmondja az orvos, hogy halálos beteg vagyok, ez a diagnózis, akkor én választás elé kerülök. Nem az a választás, hogy élek vagy meghalok, hanem az, hogy hogyan állok hozzá. Mit kezdek ezzel a diablonissal? És a választásaim mentén fogok meghalni, vagy meggyógyulni. A kezemben van a legtöbb esetben a gyógyulás. Azért, mert én döntöm el, hogy hogy viszonyulok hozzá. És a választásaim segítenek abban, hogy gyógyuljak, vagy megbetegedjek. És akkor is választok, amikor elérkezem a véghez. Én döntöm el, hogy átadom magam a szeretetnek, és úgy halok meg, vagy pedig nem adom át magamat, és eltolom magamtól. Amíg magunknál vagyunk, mindig választunk. És attól lesz más a valóság, hogy mit választottam. Ha állandóan vádaskodok, vádolom magamat, vádolom a környezetemet, vagy most ebben az esetben az orvosokat, rontom az esélyeimet. Ha lázadok, ha alibit keresek, ha azt mondom, hogy
Köszönöm, doktor úr. Én hiszek abban, hogy van feltámadás és örök élet, tehát az igazi reményemet tudom. Ennek a fényében nézzük most ezt a helyzetet. Oda szeretnék jutni, de nem sürgős, mert még szeretnék itt élni és itt tevékenykedni. És a választásaimon múlik, hogy ezt az időt mennyire tudom meghosszabbítani, vagy megrövidíteni. De hogyha én tudom, hogy hova tartok, hogy mi az én reményem, akkor egészen másképpen fogom várni a halált, és másképpen fogok küzdeni az egészségemért és az életért. Mivel nem tanultunk meg élni, szeretetben élni, nem tudunk meghalni. Félünk nagyon a haláltól, pedig a halál fontos része az életünknek. Enélkül nem lesz feltámadás. Ha nem halok meg, nem jutok be a mennyek országába, és nem lesz feltámadás. Ahhoz ezen a kapun át kell menni, úgy, ahogy meg kellett születnem. Nem maradhattam az anyanéven. Meg kellett születnem ahhoz, hogy meg tudjam élni a születésem óta ennek a világnak az örömeit, ajándékait és szenvedéseit is. Ugyanez érvényes a halálra is. És én választom meg, én döntöm el, hogy hogy viszonyulok hozzá. Akik már átadták magukat a szeretetnek, azok elfogadták, hogy az életük, születésük pillanatától élet elvonó kúra. Ha végig gondoljátok, akkor pontosan tudjátok, nem csak a korosztályom, hogy ez élet elvonó kúra, mert most már ez sem működik úgy, az sem működik úgy, amaz sem működik úgy. De itt is választhatok. Mondjuk romlik a hallásom, és megmondja a orfülgégész, hogy hát, tisztelendő úr, meg fog süketülni. Már most sikerült, nem tudom hány százalékosan. Akkor én elkezdhetem, én eldönthetem, hogy most mit csinálok. Követelem azt, hogy igen, és nekem állítsák vissza a hallásomat. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, Istenem, hálát adok azért, hogy eddig működött. Te tőled kaptam a hallásomat. A te ajándékod volt. Mennyi szépet és jót hallhattam meg. Szép lassan vissza fogom neked adni, mert a tiéd. Tőled kaptam. Ez a te ajándékod. És minden szépen vissza lehet adni. Engem erre a sérültek tanítottak, akikkel együtt éltem. Egy mozgássérült, aki rászorul mindenkinek a segítségére, mert kerekesszékbe kényszerül, mert önmagától nem tud helyzetet változtatni, az el kell, hogy döntse, hogy elfogadja és ezt a helyzetet, vagy pedig elutasítja. Jártam mozgássérültek intézetében éveken át. Akik nem fogadták el azt, hogy mozgáskorlátozottak és sérültek, azok állandóan morogtak. Állandóan összehasonlították magukat az egészségesekkel, és csak romlott a helyzetük. És a fájdalmukat vagy alkohollal, vagy mással csillapították. A szenvedésükhez fájdalomcsillapító szereket használtak. És ugyanebben az intézetben, ugyanúgy kerekesszékes barátaim pedig elfogadták a helyzetüket. Azt mondták, hogy ez van, a lábam nem mozog. A kezem közül az egyik mozog, a másik nem mozog. Nem tudom fölöltözni, nevetkőzni, mosakodni. El kell fogadnom a segítséget. De most konkrétan egy lányra gondolok, aki tanította, hogy mit jelent, hogy kell élni. Mert ő megtanult élni a kerekesszék korlátai között. Azt mondta, hogy nem tudok menni, nem mozognak a kezeim, mindenben kiszolgáltatott vagyok, de az értelmem működik, nekiállok tanulni. Megtanult nyelveket, és létrehozott ő a kerekesszékes
állapotába egy egyesületet, amelyben összeszövetkeztek, hogy hogy kell tanítani, élni az embereket. És ők járták a középiskolákat, és tanították a kamaszokat, hogy hogy kell élni. Ők, akik látszólag nyomorékok voltak, de a lelkük kiteljesedett, mert elfogadták a valóságukat, hálásak voltak Istennek ezért, vagy a sorsnak, és nem azt mondták, hogy mit nem lehet, hanem ebből akartak növekedni. És életük végéig növekedtek a szeretetben. Az életünk értelme nem az, hogy mindig mozgásképesek leszünk, jól hallunk, jól látunk. Az életünk értelme az, hogy amíg meg nem halunk, növekedjünk a szeretetben. Az él, aki szeret. Az él, aki szeretetben növekszik. És egy ágyhoz kötött beteg ember is tud nevekedni a szeretetben. Amikor befogadtam a barátomat, a Jóskát, a plébániára, Somogysámsonba, ő 35 éve feküdt mozdulatlanul. Semmit nem tudott csinálni. Agyverő agyhártya gyulladásban megbénult. Mindenbe kiszolgáltatott volt. Mosdatni kellett, székletet csak úgy lehetett, hogyha beöntést adtam neki, etetni kellett, a vizelet csak a kacsába. A legegyszerűbb dolgok sem működtek. És ez az ember boldog volt. 7 évig éltünk együtt a plébánián. Ez az ember tele volt hálával, hogy mennyire szereti őt az Isten. Ezt ő döntött el. Ugyanilyen szinten káromkodhatott volna, szíthatta volna az Isten, dühönkedett volna, és nem élt volna. Még ha életben lett volna, se élt volna. De ő tele volt hálával. Azok, akik odajöttek a plébániára, és találkoztak vele, egy sugárzó, szeretettől sugárzó embert láttak, aki mindennel ki volt szolgáltatva, és növekedett folyamatosan a szeretetben. Amikor meghalt és temettük, akkor közel 100 ember volt, nem a családjából, hanem az ismerőseink közül, akik azt mondták, hogy mi gyógyultunk az ő öröme, az ő szeretete láttán. Mi döntjük el, hogy hogy viszonyulunk a valóságunkhoz. Ha elfogadom és átadom magam ennek a szeretetnek, akkor növekedni fogok a szeretetben. Csak akkor szűnik a félelem, ha készen vagyunk arra, hogy a valóságot, amit elénk vetítenek, és amit mi is látunk valamilyen szemüvegen keresztül, nézőponton keresztül, ha másképpen kezdjük látni, és a nézőpontváltás az a Szentírás azt mondja, hogy térj meg, változtass a nézőpontodon. A szeretet oldalára kezd el nézni, Isten oldaláról kezd el nézni. Korunk embereinek és keresztényeinek is a legnagyobb baja az, hogy mindent az ember köré építettünk. A felvilágosodás óta az ember mindennek a középpontja, és nem az Isten, nem a természet fölötti, hanem a teremtett világ és maga az ember. És nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert kénytelenek vagyunk mindent az ember uralmára építeni. Hiszünk abban, hogy mindent meg tudunk valósítani, hogy mindent megtudhatunk, mindent elérhetünk, és úgy tűnik, hogy elég egy kis vírus, és a minden tudásunknak vége. És belép a rettegés és a félelem. Szemléletváltásra van szükségünk ahhoz, hogy le tudjuk győzni nem a valóságot, hanem a félelmet, ahogyan a valósághoz viszonyulunk. A megtérés a Bibliában azt jelenti, hogy ne az ember uralmára építs,
hanem az Isten uralmára. Az első keresztények egyetlen egy rövid kis hitvallással indultak neki a Római Birodalom evangelizálásának. Jézus Krisztus meghalt és föltámad. Jézus Krisztus él, és ő az Úr. Ő az egyetlen Úr, nem a császár. És ezért nem voltak hajlandók a császár szobra előtt tömjént szórni a parázsra, mert ő nem Isten. A rómaiak hirdették, hogy ő császáraik az Istenek leszármazottai, és ezért halál járt. Egyetlen egy mondat volt, Jézus Krisztus meghalt, föltámadt, él, és ő az Úr. És ezzel a hittel így indultak neki a evangelizációnak. Nem azt mondták, hogy én vagyok az Úr, mert én megtértem, hanem Jézus Krisztus az Úr. Teljesen bizonytalan volt az életük. A Római Birodalomban az elnyomottaknak nem volt közbiztonság. Az elnyomóik azt csináltak velük, amit akartak. Nem volt emberi jogok, biztos bizottsága vagy semmiféle védelem. Teljesen ki voltak szolgáltatva. És soha nem jelentették előre az elnyomók, hogy mit fognak velük csinálni. Teljes bizonytalanság volt. Nem léteztek az emberi szabadságjogok. Semmi garancia nem volt arra, hogy az életük hosszú lesz akkor, ha elkezdik követni Jézust. Sőt, garantálható volt, hogy ha elkezdik követni, akkor gyorsan meghalnak. Mert a Római Birodalomban vértanúk tömegeit gyártották az uralkodók, az elnyomók a keresztényekből. És mégis ekkora bizonytalanság ellenére a legvonzóbb a keresztények részéről az örömük volt. Tele voltak örömmel, reménnyel és bátorsággal. Bátrak voltak a hitük megvallásában. És ez a szemléletváltás hiányzik korunk keresztényei életéből. Nem az ember az Úr, nem a NATO és nem Putyin, nem a globális elit az Úr, nem is a sátán, bár sok keresztény azt hiszi, hogy itt mindent a sátán tarol és hisz. Egyedül Jézus Krisztus az Úr. Ő nekik erről hitbeli bizonyosságuk volt, és ezzel le tudták győzni a félelmet, de nem csak legyőzték, hanem bátrak voltak. Bátrak voltak abban, hogy megvallják a hitüket. Ez a szemléletváltás hiányzik korunk keresztényéből, ahol bevallva, bevallatlanul, egész életünkben mi vagyunk az Úr. Ha nem az történik, amit mi szeretnénk, akár az egyház részéről, akár az állam részéről, akár a házastársunk részéről, balhézunk, vitatkozunk, ítélkezünk, szervezkedünk. Mi vagyunk az Úr, és mi akarunk az Úr lenni mindenben. Nem folytatom, mert lejárt az időm, már régóta hosszú ideje beszélek. Ennyi fér bele ebbe a közel egy órában. Köszönöm mindenkinek a türelmét, és félelemmentes mai napot, holnapi napot, holnap után, és jövőt kívánok mindenkinek. A feltámadó Krisztus köszöntésével békesség veletek, ne féljetek! Köszönöm.
Köszönjük szépen, püspök úr, ezt a tanulságos és megszívlelendő üzenetet, amit itt egy órában hallgathattunk öntől. Én nagyon fontosnak tartom, legyünk jelen a jelenben. Ne felejtsünk el minden nap tanúságot adni a jóságunkról, a szeretetünkről, és ne felejtsük el, hogy van választásunk. Mindenkinek van választása, ma is, holnap is, áprilisban is, nyáron is. Mindig válasszuk azt, amit a szívünk ditkál, válasszuk a békét, a szeretetet és a haladást. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindannyiuknak!